Nagy érdeklődés övezte a fesztivál vasárnapi megnyitóját. A nagybecskereki kultúrközpontban a közönség főleg filmzene feldolgozásokat hallhatott. A rendezvényt Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár nyitotta meg. Mint mondta, a zene és a balettiskolák különleges színfoltjai az oktatási rendszernek, a zene és a tánc pedig fontos eleme az oktatási folyamatnak. Azon vagyunk, és azért fontos most ez a fesztivál is, hogy megmutassák a zeneiskolák azt, hogy hogy működnek, mennyire tehetségesek a diákok, akik a zeneiskolákban vagy a balettiskolákban járnak, és hogy mekkora tehetségekkel rendelkezünk mi valójában a Vajdaságban és az egész országban. A fesztiválon 55 város 64 zeneiskolája vesz részt. Több mint 600 diák méri össze a tudását. Nagybecskerek 1984 után újra a házigazdája a rendezvénynek, ami Csedomir Jányics Nagybecskerek polgármestere szerint elismerés a Josif Marinković zeneiskolának. Prvenstveno za školu znači jedna razmena iskustava, druženje, prikazivanje svega onoga što su klinci naučili za godinu dana. Kod nas će se u školi u kulturnom centru predstaviti učenici u tri kategorije. Prva kategorija, kategorija solista, gde se naizmenično učenici, četiri učenika predstavljaju kao solisti, zatim kamerni sastavi i u kulturnom centru 10. i 11. maja orkestri. A zeneiskolák iránt továbbra is van érdeklődés. A nagybecskereki intézménynek például több mint 800 tanulója van. Viszont az is tapasztalható, hogy a zeneiskola befejezése után már nem mindenki választ a zenei pályát. Hát nem tudjuk, hogy miért lehet, hogy nagy a befektetés anyagilag is, és munkailag is nagyon nagy a befektetés a zene pályába, mert nagyon sok gyakorlást igényel ez a fajta szakma. A fesztivál végén a legjobbak gálaműsoron mutatkoznak be. Közben a zeneiskola nagytermében hangversenyeket tartanak, és fellépnek a köztársasági versenyek legjobbjai is.